A versenyzők két levelező fordulón, azaz válogatón estek át. Felkészítő tanárok foglalkoznak velük. Ezen a versenyen válogatják ki azt a 20-25 tanulót, aki lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen egy magyar nemzetközi versenyen. Az elmúlt években több tanuló is külföldi utat nyert ajándékképpen. Ez a verseny azért mindenkinek ad egyfajta magabiztosságot ahhoz, hogy döntsenek abban, hogy matematika, informatika, tehát vagy esetleg mérnöki pályán folytassák az egyetemi tanulmányaikat, és hogy legyen bátorságuk ezt bevállalni. Évről évre egyre több diák jelentkezik a Fekete Mihály Matematika Emlékversenyre. Egyeseket a személyes siker hajt, néhányukat pedig a brüsszeli nyereményutazás motivál. Idén már harmadik alkalommal vettem részt a Fekete Mihály Matematika Versenyen. Első és második évben is dicséretes lettem, de tavaly sikerült kijutnom a nemzetközi fordulóra is, amit Kecskeméten tartottak. A legnagyobb nyeremény az az, hogy tovább juthatunk a nemzetközi versenyre, ami 5 napig tart, és csak 1 nap a verseny, szóval jobbul is. De nagyon sokat lehet tanulni az előadásokból, és nagyon hasznos. A példák csak akkor nehezek, hogyha nagyon keveset gyakorolunk. Szóval voltak könyveink, a tanárnő nagyon sok időt fektet bele abba, hogy gyakoroljon velünk. A verseny azért is népszerű, mert innen kerülnek ki azok a tanulók, akik részt vehetnek a magyarországi nemzetközi matematika versenyen.